Szevasztok, srácok, emberek! Nem tudom, hogy mi lesz még a mai részben. Valamit össze fogunk hozni, valamit össze fogunk dobni, valamit össze fogunk vágni, valamit le fogunk fényképezni. Szóval, utcú neki, menjünk neki a mai napnak. Gyerünk! Na hát végül is az lett a mai program egyik része. Eljöttünk a benzinkútra, ahol a szörnyetekben kicserélik az olajat, és egy kicsit akkor így a benzinkutakat, vagy a benzinkút rendszert így megmutatom nektek. Most váltunk egy kicsit kamerára, és akkor jöjjön a japó benzinkút. Nos, tehát ez így néz ki. Egyelőre semmi extra. Ez a benzinkút, ez itt egy önkiszolgáló kút, természetesen minden megtalálható, beszélő benzinkút, ne beszéljé, ne magyarázz. Természetesen ott figyelnek az árak, szembe, fölül. Nem fogom most nektek kiszámolni, hogyha nem haragszokok. Szóval mindenki ki tudja számolni. Ha valaki készpénzzel fizetne, nem hitelkártyával, mert lehet hitelkártyával is fizetni, akkor itt kapja meg a kis visszajáróját, oda rakja a cetlinek a vonalkódját, és megoldja önkezüleg saját főből. Természetesen itt van ilyen pihenőrész, mert minden helyre kell pihenőrész. Itt figyel. Ez itt régen dohányzó volt, mert van dohányzó kialakított rész benzinkutakon is, hogy hát azért ne kint surmoskodjon az ürge, vagy az ember lánya, hanem mégiscsak egy zárt helyen, ahol mondjuk nem gyújtja föl a fél benzinkutat. Természetesen plakátok, kisvirág, ingyenes WC, ingyen budi, mert miért ne, ami tök jó. Olyan adom, le lehet itt ülni, meg lehet venni az üdítőt. Itt a cigarette-automata! Hát a cigarette! Itt van, itt hála a jó Istennek nem írták rá fos angolul, hogy micsoda. Ez itt a cigarette! És természetesen meg tudjuk nézni saját magunkat is. Haló! És akkor kijövünk. Szemben, mint látható lesz, szemben ott a Volkswagen, amit az Andorral való közös live-ban mondtam, hogy ott a Fukuchiamában van egy Volkswagen szalon, van Volkswagen, viszonylag népszerű itt a környéken, szóval semmi extra dolog nincsen. Itt végeztünk, vagy hát végeztek a olajcserével, ami hát azért szenvednek egy kicsit ott a fiúk. Végeztek az olajcserével, akkor megtankoljuk, és akkor kicsit közelebbről tudom szemléltetni ezeket a dolgokat. Ott az állat. Baromi gusztusnak. Nem vagyok oda a rovarokért, abszolút. De tehát azért Japánban a rovarok, hogyha azt mondjuk az átlagosan, hogy az emberek picik, alacsony növésűek, piti szeműek. A kis dolgok viszont annál nagyobbak és nagyszerűbbek. És az, hogy egy átlagos csótány majdnem akkorára nő, mint mondjuk csótány fertőzött területeken, mint a hüvelykújjam vagy nagyobb, az kiborító. Az, hogy a vadászpók akkora majdnem nem lábfesz távolságra, mint egy tarantula, gusztustalanos. Én ezt nem tudom, hogy micsoda, csak úgy gondoltam, hogy bemutatom. Aha! Oh yeah! A mi autónk, legalábbis a tiétek, az biztos. Baromi érdekes,
hogy az egyik kollégám az használt autókereskedésben dolgozott, és mikor rákérdeztem arra, hogy milyen autót ajánl, tehát felsorolt az összeset, elsősorban Honda, Toyota, Mazda, Subaru, és így rákérdeztem, hogy de és a Suzuki, hülye vagy? Ez volt körülbelül a válasza. Nem, tehát a jó autó a Suzuki, de japán viszonylatban, hogy mondjam, tehát nem K-car, ugye a K-car az az 1000 köbcenti alatti, ezek a kis kockadobozos cuccok, például az a fehér ott a Volvo mögött, az egy K-car, tehát ez picike az autópályán, tehát hogy is mondjam, olcsóbb rá úgymond az autópályamatrica, olcsóbb rá a kötelező biztosítás, stb. Bevásárlókocsinak a Suzuki-t jó, de tehát Swift-et, ami otthon menő, hogy én nem láttam még nagyon az utakon, de baromi ritka, eskü Volkswagen többet látom. Sokkal-sokkal többet. Szóval egy kicsit leromboljuk a Suzuki Nimbus-át, a Suzuki egy jó gép, de itt valahogy helyileg annyira nem veszik. Nem tudom miért. Még mielőtt azt hinnék, hogy a fecske hungarikum, nem az. Japánban is baromi sok a fecske, ott figyel, és ők se verik le a fecskefészket. Nálunk is van a hotelban egy csomó fecskefésze. Fecske arc. Szeressük a fecskét. Tehát most tankolni fogunk. Baromira tankolni fogunk. Igyekszem elmagyarázgatni, hogy ez a csodamasina itt hogy működik. Möket magyaráz, mert beszél. Folyamatosan pofázik. Borzasztó. El fogja vinni a Rigó bácsi. Komolyan mondom. Akkor tankolásra föl. Természetesen először is levesszük a sapeszt. Mert miért is ne? Ja hát te, hogy ne? Tehát a ugolóöv, illetve a triceps kötél, valamint hát a shaker az a motor elengedhetetlen kelléke. És akkor nézzük meg, hogy miből élünk, gyermekeim. Mondtam, hogy köszön. Mondja, hogy irassájmasze, és válaszunk, hogy hogyan fizetünk. Készpénzzel, például hitelkártyával, vagy prepaid a kárta. Tehát a prepaid kárta, amit előre meg lehet venni, ilyen kártyát, amit ugye lehet használni, és ezzel egyéb kedvezmények, olcsóbb lesz a benzin, stb. Együtt vannak. Én ugye kiválasztom őt. Mondja, hogy rakjam be a kis kártyámat, ezt egy kézzel megpróbálom megoldani. Igen, beraktam, és most ki fogja számolgatni a dolgokat. Igen, még ennyi van rajta. És akkor van a magas oktánszámú, van a sima, illetve van a dízel. Mi a sima 95-ös fogjuk választani. Különböző formákat tudunk választani. 1000 ilyen, hány százalék tankos, stb. Én ugye a telét fogom választani. Pattintsuk tele a szörnyet. És akkor inni. És akkor pörgessük meg a dolgot. Igen. Kipattintjuk. Oh! Pontosan 200 gyerekek. Nagyon kemény. És szól, hogy nehogy elfelejtsem a kis sapeszt visszarakni, mert én már ezt egyszer elfelejtettem amúgy, és párom öccse hétig furikázott úgy az autóval, hogy nem volt rajta a sapesz. És akkor elveszem a kis kártyát. És azt magyarázza, hogy akinek kell blokk, nem tudom, hogy ehhez minek a blokk, de kell blokk, azt megnyom egy külön gombot, itt ezt a gombot, és akkor jó, kelljen blokk, és kapunk blokkot. És kapunk blokkot. Ez szerintem ez pazarlás, teljesen fölösleges, és ide ki is lehet dobni. Na szóval, ennyi lenne a tankolási része, a tankolási, bulizási, rigóbácsizási, rigózási. Tehát ennyi lenne a tankolási része a dolognak. Hajrá! Szerintem menjünk tovább, hiszen tart még a nap, és még hol vannak a kérdések?
Szevasztok újra a benzinkutazás után. A benzinkutazás után merőben más témát fogunk fellebbenteni, a téma, effektíve itt a Nike Inari szentét fogom egy kicsit megmutatni. Jobb képekkel tervezem, hogy a második videóban lévő szentét újra fogom forgatni, újra fogom vágni a rossz kamera mozgások miatt. Remélem ez tetszeni fog. Remélem a zene is megfelelő lesz alá. Tehát most következik a Nike Inari kis szenté. Annyi van belőlük, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Szóval hajrá, nézzük meg, hogy milyen. Imádkozni, így szokás, ugye ott van a kis pénzbe hajtó doboz. Ugye a legszerencsésebb elvileg az, tehát párom szerint és amúgy mindenki szerint, hogyha 15 jent dobunk be, vagy csak 5 jent, ugye a goen az egyenlő szerencsét jelent, szóval berakod, megrázod a harangot, ugyanúgy, mint minden máshol, most kicsit megrázzuk, tehát ilyen hangja van néki, kis jópofa, megrázod a harangot, és összecsapod a tenyeredet, meghajolsz, imádkozol, de mint ezt egy pár videóban mondtam, minden templomban más a szokás. Ott vannak pici szentélyek, rengeteg különfajta szentély létezik, tehát, és ezt most itt meg is nézegetjük. Ugyanúgy kis harangja van neki, kis cuki, ugyanúgy van neki kis pénzes táskája, szóval jó pofa, illetve a haragnak nagyon cuki hangja van. Hozzá kell tennem, hogy nagyon meleg van. Borzasztó, párás, viszont amit még most nem hallotok, az a kabóca. Nincs kabóca. Egyelőre nincs. Nincs Higurashi. Az ott egy iskola. Szóval ez az egész így néz
Remélem tetszett. Iratkozzatok fel. Mert ha nem, akkor tudjátok. Szevasztok!